A legfontosabb országprojekt Románia számára a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezethez való csatlakozás, nyilatkozta Marcel Ciolacu miniszterelnök az ország gazdasági helyzetéről szóló idei OECD jelentés bemutatásán. Az eseményen a szervezet főtitkára számos ajánlást fogalmazott meg a román kormánynak. Mindannyian teljes felelősséggel és elkötelezettséggel kezeljük a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezethez való csatlakozást, mondta felszólalásában Marcel Ciolacu miniszterelnök a 2024-es OECD jelentés bemutatásán. Kötelességünk elmondani az embereknek, hogy az OECD-hez való csatlakozás jobb életet jelent valamennyi romániai számára, ugyanakkor a beruházások fellendülését, az ország jobb gazdasági érvényesülését, nemzet közi szinten és egy jobban teljesítő közigazgatást von maga után. A Románia gazdasági helyzetét értékelő OECD jelentést ismertetve a szervezet főtitkára közölte, idén 3,1%-os, 2025-ben pedig 3,3%-os GDP növekedést várnak. Emellett az exportpiac javulására számítanak, amelynek jótékony hatása lesz Románia gazdaságára is. Matthias Kormán aztán a rosszabb hírekkel folytatta. A deficit a tavalyi csökkenés ellenére továbbra is magas, és várhatóan idén is 6%-hoz fog közelíteni. Ezért csökkenteni kell az államadósságot, mert csak ez teszi lehetővé a fenntartható gazdasági fejlődést. Kifejtette továbbá, hogy nagy nyomást gyakorol a költségvetésre a népesség előregedése, egyre több személy függ a nyugdíjtól, ezért Romániának meg kell találnia a megoldást a megfelelő szociális védelem biztosítására. A nyugdíjkorhatár megemelése pozitív hatással lenne a gazdaságra, vélte. Pozitív előrelépést figyelünk meg a nyugdíjtörvény kapcsán. Fontos, hogy minél hosszabb ideig tudjuk az embereket a munkaerőpiacon tartani. Legyenek aktívak, mert ez költségvetési forrásokat eredményez, illetve gazdasági és társadalmi fejlődést is biztosít. Az OECD azt is megállapította a jelentésben, hogy Romániában az alacsony jövedelműek helyzete a legrosszabb. Egyetlen tagállam sincs, ahol ez a kategória olyan nagy mértékű adót fizetne, mint Romániában. Az országnak el kellene kezdenie a felkészülést a progresszív adózásra való fokozatos átállásra, hiszen ez a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentését eredményezné, áll a jelentésben.